A kereszténydemokrata családi napon azt kérdeztük a helyi szervezetek képviselőitől, hogy az általuk végzett munkában hogyan jelennek meg a kereszténydemokrata értékek, és hogyan működik a párt a helyi közéletben. Szó esett még a jövő évi kampányra való felkészülésről is. Máté Szalka, ahogy mi nevezzük, a fényvárosa. Érdekes egybeesés van a KDNP jelmondatával, ugye több fényt. Ezen a településen gyulladt ki először a közvilágítás az utcákon, a mai Magyarország területén, New Yorkot megelőzve 2 évvel és Párizzsal egy időben. Én azt gondolom, hogy ez egy különleges dolog, de azt, hogy a fényvárosa, mi azt nem csak emiatt mondjuk, nem csak ez az elsődleges szempont, hanem mert mi úgy értelmezzük, hogy Máté Szalkán a várost, az emberek szívét, az emberek lelkét beragyogja Isten fénye, a szeretet fénye, a barátság fénye, a fényt kiterjesztően értelmezzük. Ez a városi vezetés minden intézkedésében tetten érhető. Mind a szociális szférában, mind az egyházak támogatásában, mind a civil élet támogatásában. A városban nagyon aktív politikai élet folyik a KDNP részéről. Van egy nagyon jól működő KDNP alapszervezetünk, és természetesen ezelőtt 2 évvel az X is megalakult a városban. 19 tetvágyó diplomás fiatallal, akik nagyon várják azt, hogy megmutathassák pontosan mik azok a kereszténydemokrat értékek, amelyet egy fiatalnak képviselni kell a városban. Nagy figyelmet szentelünk a családok támogatására, és nem olyan túl régen megalakult Máté Szalkán a Keresztény Értelmiségek Szövetségének a Máté Szalkai csoportja is olyan vezető értelmiségiekkel, akik szintén egy más fórumon, a civil életben akarják ezeket az értékeket képviselni, azokat az értékeket, amelyek számunkra olyan fontosak.